Jó estét kívánok, ahogy ígértem, folytatjuk műsorunkban a kiemelővel. Mai magazinunkban Molnár H. Boglárka készített anyagot Rákai Filip petíciójáról. A televíziós műsorvezető Gyurcsány Ferenc fenyegetése ellen tiltakozik az aláírásgyűjtéssel. Több kecskeméti művész is az ügy mellé állt. Erről szólunk elsőként, azután beszélgetést láthatnak Kiszei Ágnessel, a Ciroka Bábszínház igazgatójával, aki arról mesél majd, hogy milyen produkciókkal és egyéb izgalmakkal készültek az új évadra. Végül egy példaértékű életutat ismerhetnek meg Juhász Csenge anyagából. Schulzné dr. Büki Éva egyszerre orvos és zenetanár, mindkét hivatását kiemelkedő szakértelemmel és lelkesedéssel végzi, emellett pedig családanyaként is a legjobbat igyekszik nyújtani szeretteinek. Már is kezdünk! A politikának az a felelőssége, hogy szabad utat engedjen a kreatív munkálkodásnak, nyilatkozta stábunknak Erdei Péter Liszt és Bartók Pásztori Díjas karnagy, annak kapcsán, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke megfenyegette Vigyenszky Attilát, miután a Nemzeti Színház Kossuth Díjas vezetőjét kinevezték a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének. Több száz neves, kitüntetett, hazánkban méltán megbecsült közéleti személy és művész köztük kecskemétiek is aláírták azt a petíciót, amelyet Rákai Filip indított tiltakozásképpen. Több kecskeméti művész is aláírta azt a petíciót, amit Rákai Filip magyar média szereplő televíziós műsorvezető indított el. A felháborodást az idézte elő, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, megfenyegette Vigyenszky Attilát, miután a Nemzeti Színház Kossuth Díjas vezetőjét kinevezték a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének. Az ellenzéki politikus azt írta a közösségi oldalán, Vigyenszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak, sőt, minden értelemben földönfutók lesznek. Ez a kijelentés felháborította a művészvilágot. Az Origó megírta, hogy már több mint 300 közéleti szereplő és művész írta alá azt a petíciót, amelyet Rákai Filip indított, a Vigyenszky Attilát és támogatóit, a magyar kulturális élet meghatározó személyiségeit érintő fenyegetések ellen. A cikk felidézi, hogy a Meyerhold díjas, Európa színpadjain is vitathatatlan sikereket elérő művész egyszerre színházújító és egyszerre közismerten konzervatív ember. Az MTI azt írja, Gyurcsány Ferenc szavai komoly felháborodást váltottak ki. Mások mellett Rákai Filip is megírta gondolatait a portálnak, amelynek nagy visszhangja lett, és amelyet egy tiltakozó aláírásgyűjtés követett. A Tiltakozunk című petícióban Rákai Filip arról írt, hogy a magyarországi politikai ellenzék vezéralakjának nyilatkozata rendkívül veszélyes határátlépését jelzi. Egy ma aktív pártpolitikus ezáltal a 20. század legsötétebb időszakainak, Lenin, Hitler és Sztálin, illetve gyalázatos magyarországi követőik világának visszahozatalát tartja kívánatosnak. Mi, magyar művészek, alkotók, értelmiségiek, közéleti emberek tiltakozunk az ilyesfajta fenyegetés ellen, egyben kifejezzük szolidaritásunkat a megtámadott művészekkel, olvasható a petícióban. A tiltakozást kecskeméti művészek is aláírták, köztük Erdei Péter, Liszt és Bartók Pásztori Díjas karnagy kiváló művész, a Kodály Intézet korábbi igazgatója. Ez a nyilatkozat, ez a fenyegető nyilatkozat, teljesen mindegy, hogy honnan jön. Tehát leszögezném, hogy akkor is aláírnám, hogyha mondjuk ez a fajta kezdeményezés a kormány oldal irányából érkezne. Ugyanis két-három óriási erkölcsi kérdést vet fel. Az egyik az, hogy a politika felelőssége szemben a művész felelősségével.
Az én véleményem az, hogy a politikának az a felelőssége, hogy a művészet útjából a taposóaknákat elszedje, és hogy szabad utat engedjen a művészet kreatív munkálkodásának. A másik oldal viszont az, hogy a művész felelőssége. És az sem kevésbé fontos, mert hiszen itt arról van szó, hogy a művész a tudását, a hitét egy, hogy is mondjam, hazafiúi érzülettel, egy patrióta érzülettel fejezze ki, és ezzel nyilvánuljon meg, teljesen mindegy, hogy az egy zeneművész, egy képzőművész, vagy egy színházi művész. Azt hiszem, hogy itt ezt nem különíthetjük el. Most a másik kérdés pedig az, hogy milyen hatással lehet egy ilyen nyilatkozat a politikára és a művészetre. Mert először is most vegyük azt, hogy a történelem során voltak már hasonló nyilatkozatok a múltban. És hogyha csak a saját területemről ítélve két nagyon jelentős, a 20. század két legjelentősebb magyar zenészét idézem, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt. Bartók Béla elmenekült, mert az idegrendszere nem bírta elviselni azt a feszültséget, azt a nyomást, amit hasonló körülmények között a politika a társadalomra gyakorolt. Kodály ugyanakkor talán úgy gondolta, és az élete példázza ezt, hogy megpróbálni belülről gyógyítani, vagy belülről építkezni, a nemzetet építeni. Na ez az egyik része a dolognak. A másik része az pedig az utolsó mondani valóm az pedig az, hogy a hatalommal való játék az egy nagyon veszélyes dolog. Mindkét oldalról, a hatalom oldaláról is, mert eltorzítja az életformát, és a művészet oldaláról is, mert van az emberi természet, és az ember mindig vágyik a picit jobbra, a picit többre. Na most, ha hatalomhoz jut, azt a pszichológusok már régen kimutatták, hogy a hatalom az ember személyiségét, ha nem vigyáz, nagyon meg tudja változtatni, befolyásolhatja, mégpedig nem feltétlenül a legjobb irányban. Azért írtam alá, mert hiszek abban, hogy a politikának ilyen szempontból nem szabad befolyásolni a művészetet, és még valamit mondanék, teljesen függetlenül még egyszer attól, hogy milyen irányból jön egy ilyen támadás, azt kell mondjam, hogy a hatalomnak nagyon vigyázni kell arra, hogy milyen mennyiségű támadást vagy hatalmi eszközt ad a művészet kezébe. Vegyük például a közelmúlt évtizedeket, azt mondjuk, hogy ugye otthon maradt Sütő András, kiverték a szemét. Otthon maradt Kányádi Sándor, de ugyanakkor elment Vas Albert, akit háborús bűnösnek nyilvánítottak. Szóval tele van a múlt, tele van az azonnali közelmúlt ezeknek a nehézségeknek az árnyékával. Ezért nagyon veszélyes az ilyenfajta nyilatkozat. Ez vállalhatatlan, tarthatatlan, és azt hiszem, hogy a művészvilág előbb-utóbb teljesen egységesen kell, hogy ebben az ügyben nyilatkozom. Elkezdődött az új évad a Ciróka Bábszínházban. Arról, hogy milyen produkciókat és egyéb izgalmakat tartogat az elkövetkezendő időszak, Kiszei Ágnessel, a Bábszínház igazgatójával beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Még mielőtt rátérnénk az új évadra, beszéljünk először a mögöttünk álló home office-os időszakról. Ez a Bábszínházat hogyan érintette? Hogyan érték meg? Hát ugyanolyan nehezen éltük meg, mint bárki más a városban vagy az országban. Tulajdonképpen március közepén kezdődött az az időszak, amikor otthoni munkára kényszerültünk, és rögtön azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk átalakítani a tevékenységünket. Egyrészt nem szerettük volna elveszíteni a kapcsolatot a nézőinkkel, másrészt pedig
valóban szerettünk volna az otthon lévőknek valamilyen formában bábszínházi élményt nyújtani. És akkor így született meg az ötlet, hogy a színészeink önálló kis bábfilmeket készítsenek otthon. Tulajdonképpen hetente 3 alkalommal jelentkeztünk újabb és újabb produkcióval, tehát nagyon termékenyek voltunk ebből a szempontból is. Illetve már rögtön a járvány kezdetén a műhely átállt maszkok gyártására, és a sürgősségi és baleseti osztálynak, illetve a gyerekosztálynak vartunk maszkokat. A gyerekosztállyal egyébként nagyon régi a kapcsolatunk, hiszen havonta egy alkalommal ellátogattunk oda előadással, illetve a sürgősségi és baleseti osztály dolgozói pedig rendszeresen járnak hozzánk karácsony környékén. Tehát így még közvetlenebb volt ez a tevékenység is. Az online előadások nézettségét tudták mérni? Tehát van arra valamilyen visszajelzés, hogy milyen számmal jutott el a nézőkhöz ilyen formában a színház? Igen, ezt folyamatosan követtük. Voltak konkrét visszajelzések is. Talán a legnépszerűbb Fülöp Jocé és családjának a családi tornája volt, amely több tízezres nézettséget ért el. Illetve igen nagy volt a nézettsége az online gyereknapunknak is, országos gyereknapunknak, ugyanis kitaláltuk, hogy a 13 kiemelt minősítéssel rendelkező bábszínház részvételével csináljunk egy gyereknapot. Tulajdonképpen reggel 9-től este 9-ig óránként kezdődtek az előadások, és bárki bekapcsolódhatott országos szinten. És ennek önök voltak a motorja? Igen, ezt mi találtuk ki, és mi koordináltuk az egész napot. De gondolom, hogy az igazi színházi élmény az mind a nézőknek, mind pedig a színészeknek ugye hiányzott. Hogyan álltak át a tényleges színházi előadásokra? Mikor indult be az igazi színházi élet? Hát sajnos ez tulajdonképpen a nézők szempontjából a vasárnap történt meg elsőként, ugyanis mivel mi elsősorban óvodásoknak és iskolásoknak játszunk, tehát mi majd az óvodákkal és az iskolákkal együttműködve tudunk újra. Most még vakációval. Igen, gyerekcsoportokat fogadni. Tehát éppen mire már beindult az élet a színházba, addigra már kitört a nyári szünet. Úgyhogy bízunk benne, hogy most ősztől visszaáll a rend, és most az elmúlt vasárnap volt az első évadnyitó előadásunk, a Ludas Matyi. Nagyon sok érdeklődő jött, és annyira jó volt tapasztalni azt, hogy a nézők nagyon-nagyon várták már az újrakezdést, nagyon ki voltak éhezve a találkozásra, a színházra. Innentől folyamatosan lesznek előadások? Igen, reményeink szerint. Így van, mi a megszokott módon készülünk. Most szeptemberben egy próbafolyamattal kezdjük az évadot, a Mindent Látó Király Lány népmesét rendezi Veres András. Ebben két végzős egyetemista bábszínész hallgató vendégeskedik nálunk, illetve itt töltik nálunk a gyakorlatukat. De a baba előadások már beindulnak szeptemberben, tehát már két hétvégén is várjuk a 4 éven aluliakat, illetve a címzett anyagén osztálytermi előadásunk is új szereposztással lesz látható hamarosan a középiskolákban, ott pedig két Pesti Magyar Színi Akadémiát végzett pályakezdő a vendégünk. Akkor nézzük végig, milyen új előadások, illetve milyen előadások lesznek az új évadban? Most két bérletet hirdettünk, tehát egy óvodás és egy iskolás bérletet. El is hoztam a bérletajánlót, amelyet majd mindjárt megmutatok, mert nagyon szép rajzokat tartalmaz. Tehát az óvodás bérletben lesz a Titoktündér. Beck Andreának nagyon népszerű a könyvsorozata, ennek alapján készült az előadás. Egyébként ezt az előadást a Budaörsi Latinovics Zoltán Színházal koprodukcióban készítettük el még tavaly, tehát idéntől nálunk látható. A piros, sárga, kék szintén az óvodások bérletében kap helyet, a rövid előadást egy közös feldolgozó foglalkozás fogja követni, a színek és a formák kerülnek játékos megtárgyalásra az előadás kapcsán, illetve a talált tárgyak osztálya, ennek a próba folyamata pedig januárban lesz, ez egy nagyon helyes mese, egy kis fiúról és egy pingvinről, illetve a kettejük barátságáról. Az iskolás bérletben pedig helyet kap a Csomó Tündér, amelyet nagyon sokan várnak már. Ez egy régebbi előadásunk,
Nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy mikor fogjuk újra műsorra tűzni, úgyhogy most idén látható ismét, illetve József Mondál Máriának decemberben, ez egy karácsonyi játék, egy betlehemes történet. Ugyanúgy láthatják a mindentlátó királylányt, ja, bocsánat, a mindentlátó királylányt, igen, az iskolások láthatják, amiről most beszéltem, igen. Most kezdjük a próba folyamatát, és a talártárgyak osztálya az, amely mind a két bérletben helyet kapott. Ezen kívül pedig még a Mikulás kuckó is várja a gyerekeket, megújult mesével, és még bérleten kívül is lesznek előadásaink, lesz egy új osztálytermi előadásunk, Vidovszky György rendezi az Állatfarmot, Orwellnek az Állatfarmját, illetve a karanténmesék, mi így neveztük el egy ilyen gyűjtőnévvel, a karanténmesékből, amelyet Szörényi Júlia, tehát készített több előadást is a home office időszaka alatt, készül egy színházi verzió. Szóval nagyon sok mindennel készülünk. Akkor végül is a karanténnak volt valami hozadéka. Abszolút, is, hogy ugye egy külön igen. előadást is összeállt így. Igen, és bocsánat, még hogy tegyem hozzá, hogy a felnőtteket is várjuk már ősszel. Fabok Mancsi Báb Színházának van egy remek felnőtt előadása, a Mikszáth Kálmán Fekete Kakas novellájából készült, zseniális egyszemélyes játék, illetve Pál András, a Radnóti Színház művésze, és Rost Tamás zenész hozza el hozzánk a Petri György estet, amely szintén egy kiváló produkció. Elindult már a bérletértékesítés? Lehet igen. keresni önöket? Igen, igen, az ajánlót már megkapták az iskolák, és akkor meg is mutatnám. Ezeket a figurákat Szegedi Katalin tervezte nekünk a felkérésünkre, és azt kell tudni róluk, hogy a vasárnapi mesébe lépő játékunkat is érintik ezek a színházi emberek. Középen látható a rendező, egy színész, egy zeneszerző, író, sugó, tervező, műhelymunkás, illetve ez lennék én, mint színházigazgató. Nagyon szép a plakát egyébként. És a hétvégi látogatás során pedig az lesz a gyerekeknek a feladata, hogy ezeket a színházi szereplőket fogják gyűjteni, egy gyűjtőfüzetbe beragasztani, és aki legalább 8 alkalommal ellátogat hozzánk, az pedig kap egy olyan szép könyvet, amelyben a színháznak a belső működését magyarázzuk el képes játékos formában, illetve lesz benne egy kis árny színház is, amelyet a gyerekek otthon saját maguk kipróbálhatnak. A színházba látogatókra van-e érvényben valami különleges szabály, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell a színházat látogatni így a pandémiára tekintettel? Hát természetesen mi is figyeljük az aktuális helyzetet, illetve hogy milyen formában kell megfelelnünk a vendégek fogadását illetően. Jelen pillanatban a vendégeknek a maszk használata nem kötelező, a bejáratnál fertőtlenítő van elhelyezve, amit kérünk a nézőinktől, hogy mindenki használja, illetve természetesen fokozottan fertőtlenítünk és takarítunk a közösségi helyiségekben. De akkor korlátozás nincs, olyan létszámmal lehet látogatni a színházat, igen, jelen pillanatban, igen. korábban. Igen. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és zavartalan színházi évoldat kívánok önöknek. Hát én is ezt kívánom magunknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Már az Orvosi Egyetem alatt tanított zenét Schulzné dr. Bükki Éva, a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekgyógyász szakorvosa és neonatológusa, valamint a Korvin Mátyás iskola citera tanára. A két szakmát ugyan nem könnyű összeegyeztetni, ő mindkettőben tökéletesen helytáll. Nem könnyű összeegyeztetni a munkát és a kikapcsolódást, különösen, ha két tevékenységet is hivatásnak tekint valaki. Schulzné dr. Bükki Éva gyermekgyógyász szakorvos és neonatológus nem csak a megyei kórházban tevékenykedik aktívan, hanem citerát is oktat a Korvin Mátyás általános iskolában. Dr. Bükki Éva 2000-ben végzett a Semmelweis Egyetemen, de már az Orvosi Egyetem alatt felmerült benne a kérdés, hogy az orvoslás vagy a tanítás legyen a fő foglalkozása. Végül mindkettő megvalósult.
Már az Orvosi Egyetem alatt tanítottam, népzenét, citerát oktattam a Dohnányi Jánő Zeneiskolában Pesszentlőrincen, majd itt egy kis szünet következett a tanításból, mert a gyerekgyógyászat szakvizsga miatt ingázni kellett Szegedre, és így nem fért bele az időmbe, de 2009 óta itt a Mátyás Király Általános Iskolában újra tudok tanítani citerát. A doktornő életében a zene mindig is meghatározó volt, hiszen férjével egy népzenei táborban ismerkedtek meg, majd 2000-ben össze is kötötték életüket. 2001-ben megszületett első gyermekük Bálint, majd 2008-ban Ádám Kende is megérkezett. A muzsika a két fiú életének is szerves része. A nagyobbik már elvégezte a népdal körvezetői tanfolyamot, valamint játszik citerán és kobzán is. Mindkét fiú tagja a szülők által vezetett Mátyás Király Citera zenekarnak és utánpótlás csoportjának. Schulzné dr. Bükki Éva, mint a zenekar egyik művészeti vezetője, már számtalan helyen fellépett csapatával. Iskolai rendezvények, aztán amikor már fejlődött a tudásunk, akkor városrészi rendezvények, Hunyadi városi napokon, aztán kecskeméti rendezvények, aztán volt, hogy bejártuk Kecskemét környékét, majd jöttek az országos rendezvények, az országos táncház találkozó, és végül határainkon túlra is eljutottunk, jártunk Erdélyben kétszer, Marosvásárhelyén és a Székelyvágtán Sepsiszentgyörgyön, és jártunk kétszer Manchesterben a Góbé Festen. A zenekarral idén kiadták legújabb lemezüket, de már tervezik a negyedik CD-t is. Olyan lelkesek voltak, hogy én itt csak ültem, és néztem, hogy milyen jó, hogy 18-19-20 éves fiatalok ennyire lelkesek, és a népzenével foglalkoznak. Jövő évi terveik között szerepel a Balaton körbetekerése és az utcazenélés. Szeretnének elmenni Erdélybe, Gyimes és Moldva szerepel úti terveik között, valamint megkapták a meghívást a 2021-es Góbé Festre is. Schulzné dr. Bükki Éva 2012-ben Nők a Nemzet Jövőjéért díjban, egy évvel később pedig Hunyadi Városért díjban részesült. A híróra végén a mai nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Nem sokára befejeződnek a belső munkálatok a Móra Ferenc iskolában, a külső munkákkal pedig várhatóan 2021 tavaszára készülnek el. Az intézmény közel 300 millió forintból korszerűsödik. Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott eljárásrend szerint lehet beköltözni a kollégiumokba a járványügyi helyzet miatt. A kecskeméti Táncsics Mihály középiskolai kollégiumban már minden készen áll a diákok fogadására. Elkezdődött a tanszervásárlási roham, a papírírószerboltok munkatársainak folyamatosan pótolniuk kell a tanszereket. December 15-éig fogadja el az utazási kedvezmény igénybevételére jogosító lejárt hivatalos okmányokat és az előző tanévre kiadott diákigazolvány matricákat a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Egyre több gyermek születik Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A gyermekvállalást ösztönző országos és helyi intézkedések egyre inkább meghozzák gyümölcsüket. Kecskeméten koncertezett Sebestyén Márta, Kossuth, Liszt Ferenc és Oszkár díjas népdalénekes, valamint Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője. Kedves nézőink, hírórával legközelebb, holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm, hogy ma este velünk tartottak, várjuk Önöket holnap is, viszontlátásra!